Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin. Készítették a Wesley Stúdió munkatársai. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában. Én Takács István vagyok. Mai adásunkban Iványi Gábornak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökének a Megbékélés Háza templomában 2018. április 1-én elhangzott prédikációjának a szerkesztett változatát hallgathatjuk meg, melynek témája Álljunk a szenvedő mellé. Mai adásunkban a Gentrio együttes muzsikál nekünk. Fogadják sok szeretettel! Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Jób könyvéből a 19. rész 25. és 26. verséből olvassuk, felállva hallgassuk az igét. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Eddig olvassuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ez az egyébként jól ismert és temetési búcsúzások alkalmával gyakran idézett igeszakasz Ábrahám kortársának a szájából nagyon gyakran kerül elénk, és adódik ennek a két mondatnak a kapcsán az a három fontos üzenet, amivel ma foglalkozni akarunk. Az egyik, hogy mi az, amit Jób tud, vagy egy kicsit másképpen tud, mint a többi ember. A másik egyszerű és fontos, megértendő dolog, hogy ki a megváltó. Mint látni fogjuk, nem is olyan egyszerű ez a kérdés, illetve a kérdésre adandó válasz. És a harmadik dolog, hogy mi van azután? Mindegyik olyan kérdés, ami időről időre foglalkoztat bennünket. Azzal kell kezdenem, hogy a szakaszunk, amelyet így olvastunk, én a Károli Bibliából olvastam, és most nem néztem utána, hogy az új fordítású Bibliában hogyan van. Így olvastuk, hogy mert én tudom. Az a héberben így hangzik, hogy de én tudom. De én. Lehet ésnek is fordítani ezt a mertet, és lehet mertnek fordítani. Egyetlen kis hangzó, v, így van héberül. V, ani, így hangzik teljesen, mert én, vagy és én, de én. És itt most ez az értelme bontakozik számunkra ki, és ezért mondtam azt, hogy valamit másféleképpen tud Jób, mint azok a barátai, akik most már hetek óta ülnek mellette, azért jöttek, hogy vigasztalják, de aztán kicsit megvadultak, és szembefordultak ők is Jóbbal, akinek ez általános tapasztalatává lett. Úgy érzi, hogy Isten is elhagyta őt, vagy legalábbis szembefordult vele, és ezt nem érti, és nem tudja igazán elfogadni, hogy hova jut el ennek a most kimondott hitvallásnak a során, arra majd visszatérünk, de mégis ebben a vitában, a három vagy négy barátjával folytatott vitájában lassan kibontakozik, hogy mi az, amit ő másképpen tud. Mindjárt megjegyzem itt azt, hogy a szenvedő ember mindig egy kicsit másképpen látja a dolgokat, mint az, aki pillanatnyilag nem szenved. Kedves barátom, a Misi itt is volt közöttünk már, aki gyerekkorában
két társával együtt egy bombát talált, és addig kalapálták, amíg egyikük szörnyet halt, és a másik két fiú mind a két lábát elveszítette. És Misinél pozitívabb embert keveset ismerek, aki mindig magyarázza azoknak, akik szánakoznak felette, hogy ő az élet igazi értékeire így ismert rá, de ezt nem tudják elhinni azok, akik két lábon járnak. Ha nem lenne képzavar, azt mondanám, hogy nála talpra esettebb embert kevesebbet ismerek. De ami miatt megemlítettem, az az, hogy ő társaival együtt egy olyan szervezetet alapított, aminek Révész Egyesület a neve, segítenek átkelni embereknek, életüknek ezen a nagyon nehéz időszakán, amikor megváltozik a dolgokhoz való viszony, átsegítik őket, és hitelesek. Én bemegyek így ezzel a termettel, és ugyan nyilván van mindenféle bajom, amiről részben tehetek, meg hát az idő is elmúlóban van, és ilyenkor az alkatrészek egy kicsit nyikorognak már, de azért mégis más dolog, ha én megyek és viszek valamilyen vigasztalást, olyan sutának érzem sokszor magam, mert nem tudom pontosan beleélni magam a szenvedő embernek a helyzetébe. És itt két dolog van. Az egyik, hogy se beleélni nem tudom magam, hogy ő most mit él át, teljesen megértő lehetek, és egy kis szánakozás lehet bennem, ami néha zavarja azt, aki éppen a bajokkal küzd. És azt is megfigyeltem, hogy így kívülről szemlélve a bajba jutott ember helyzetét mi sokkal felháborítóbbnak tartjuk, mint ő, mert ő az állapota révén számunkra megfoghatatlan módon nagyon gyakran mégis közelebb van Istenhez, mint mi. Azt mondja az apostol sokkal jobb után, hogy az ember, akinek a nyomorúsága megszaporodik, az közelebb van Istenhez, mert ahol a nyomorúság megsokasodik, ott Isten is közelebb van az emberhez, és ez így igaz, de ezt nem tapasztaljuk addig, amíg nem kopogtat be az életünkbe valami fájdalom. És ez az, ami miatt nagyon óvatosan kellene nekünk ítéletet mondanunk az örökkévalóról is, bár ez is nagyon könnyen adódik ilyenkor, hogy valamit mondjunk az Úrról, akiben csalódtunk. Ezt nem vártuk volna tőle. Kedves rabbi barátom figyelmeztetett egy beszélgetés közben, nem mondtam ugyan ki dolgokat, de ő félt, hogy kimondok, és azt mondta, hogy Isten sohasem igazságtalan. Lehet, hogy kellemetlen neked az, ami most veled történik, de Isten nem igazságtalan. És ezt hozzá kell tennünk, hogy az igazság sokkal bonyolultabb és összetettebb dolog, nem fekete-fehér ügy, és megint csak éppen ezért nem alkalmas bárki arra, hogy bíró legyen, pláne, hogy Istennek a bírája legyen. Ám de, itt ebben a helyzetben most még egy dolgot ismert fel Jób, és kér számon a barátain, és ez az a nehéz ügy, hogy amikor egy szenvedővel van kapcsolatunk, soha ne álljunk Istennek az oldalára. Kedves barátom, Haraszti Miklós fordított egy ókori költőt, és ezt az ajánló sort írta bele az egyik költeménynek egy kis részlete, hogy Isteneket feledek, ha a szenvedők arca előttem. De aki szenved, elém hívja az Isteneket, egy ilyen nagyon érdekes sor ez Istennek az akarata, hogy ne őt
mentegessük, ne legyünk az ő prókátorai, hanem álljunk oda a szenvedő mellé, függetlenül attól, hogy az élete idézte elő a bajt, és mi innen nézve azt képzeljük, hogy Isten büntetése az, ami vele történt. Itt is idézhetnénk ebből ennek a szakaszunknak előző gondolataiból. Azt mondja ugyanennek a fejezetnek a negyedik versében Jób, még ha csak ugyan tévedtem is, tévedésem én magamra hárul. Aztán kicsit korholja a barátait, és a 21. versben azt mondja, könyörüljetek rajtam, ó ti barátaim, mert az Isten keze érintett engem. A 6. részben pedig megint csak nagyon erőteljesen ugyanerre a problémára ezt mondja, a szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét.
Jól emlékszem a 70-es években, amikor a metodista egyház ketté szakadt, és mi arra az oldalra kerültünk, amelyet 7 éven át a hatóságok minden eszközzel üldöztek, van tapasztalatom ebben a dologban, most is lassan 7 év telik el az újabb hasonló történések közepette. És emlékszem, édesapámat néha felkeresték agyas atyafiak, akik megpróbálták elmagyarázni, hogy ő tehet arról, hogy ilyen helyzetben van. És ő is ezt az igét idézte nekik, hogy a szerencsétlent, függetlenül attól, hogy helyesen döntött-e, vagy számon kérhető rajta a döntése, a barátai részéről részvét illeti meg. Nem mondd azt, hogy barátod vagyok, és közben pedig az ellenkező oldalra helyezed magad. Isten azt várja tőlünk, hogy álljunk ki a barátaink mellett, akár még vele szemben is, és erre bátorít bennünket Mózesnek a története is, aki, ha mondhatjuk ezt így, szembefordul az Úrral. Nagyon kedvesek azok a viták, amelyeket a Biblia följegyez, amikor azt magyarázza az Úrnak, hogy ha ezt megteszed, akkor az emberek, a környező népek majd azt fogják mondani, hogy kihoztad őket, aztán nem tudtad bevinni az ígéret földjére. Mire mintha Isten azt mondaná, ja, látod, erre nem is gondoltam, hát akkor megkegyelmezek nekik. De nem az Úrnak van szüksége arra, hogy akár ő vele szemben is megfogalmazza ez az ember a népe iránti elkötelezettségét és szeretetét, hanem Mózesnek magának. Ha tehát mi úgy érezzük magunkban, hogy látva valakinek a szenvedését, hogy ez méltánytalan, Isten ezt nem engedheti meg, akkor mintha hallanánk csendben, hogy nosza, állj akkor oda mellé, bizonyítsd be, hogy te jobb vagy, szabad, állj oda mellé, mert nincs is más pozíció, hiteles pozíció, amit ez adott helyzetben elfoglalhatná. Tehát ez a de én tudom, ebben ez is benne van, hogy tudom, hogy nincs igazatok, amikor engem bántotok. Hosszú-hosszú fejezeteken át vitatkozik barátaival, és azzal a nézettel, amit ezek képviselnek, ez a megfizetés teológia néven ismert gondolat, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel. De hát mit tudnánk a kegyelemről mondani? A szeretetről mondani, ha a dolgok érdem szerint alakulnának. Tehát Jób azért szenved, mert Isten megfizeti mindazokat a hiányokat, bűnöket, amelyeket Jób okozott, és bűnődnie kell ezért. Nem mondom, hogy ez nem lehet benne logikusan a mi gondolatainkban is, és ennek a pozitív oldala pedig, hogy én jól viselkedem, teszem a jót, és Isten megfizet nekem ezért, végső soron üdvösséget ad nekem ezért, mint hogyha az megvásárolható lenne. Én is fizetek, ő is fizet. Más területen egyébként ez helyén való dolog, talán Judit is ismerte Ferenci igazgató urat, aki a Rákospalotai Lánynevelő Intézetet vezette, ahová hát eltévedt lányok kerültek, sokszor nagyon súlyos bűnökkel terhelten, és nagyon vad körülmények között kellett ott is élniük, üvegcseréppel volt telehintve a kerítés teteje, és nagy lakatok voltak a vaskapukon, és azzal kezdte a működését, hogy leverette az üvegcserepeket, majdnem azt mondtam az előbb a virágcserepeket, mert az megy mindannyiunknak, de az üvegcserép más, kerítés tetejéről is, és levette a lakatokat, és azt gondolta, hogy a szeretet és a bizalom által lehet olyan helyzetet teremteni, hogy a lányok itt akarjanak maradni, meg azon kívül
azt is elültette bennük, hogy mindenért fizetni kell. Ők fizetnek jelképes összeget, persze, az eltartásukért. Az igazgató úr meg fizet minden jó jegyért, minden kisöpört folyosóért, rendbe rakott fiókért, és így tovább. Nagyon jó pedagógus volt. És én sem mondom, hogy ne lenne helye akár a bibliai gondolkodásban annak, hogy fizetni kell. Az Egyiptomból való szabadulás nem ment ingyen. Ott volt a szabadulásra nyíló, Egyiptomban a szabadulásra nyíló ajtó, szemöldök fáján és félfáján a báránynak a vére. Ő nem ment el legfeljebb a kivándorlók gyomrában, mert meg is ették a bárányt, és erőt adott nekik az úthoz. Fogjuk énekelni most majd az istentisztelet utolsó szakaszában, hogy az Úr szent bárányára teszem le bűnömet. Igen, ez is erről szól, hogy valaki kifizeti az árat azért, hogy én szabad legyek, én éljek. Tehát ilyesmi van, de a dolog mégsem így működik, hogy Isten megfizet. És hogyha akár csak kilukad egy fogunk, amivel nem merünk fogorvoshoz menni, vagy ennél sokkal nagyobb tragédia történik velünk, ez biztos azért van, mert valamit elrontottunk. Lázasan keressük a dolognak az okát. Kedves volt osztálytársam, férje halt meg fiatalon, fölhívtam, hogy együttérzésemet kifejezzem, és elmondta, hogy ott a gyülekezetben, ahol él, ott ez a gondolat, hogy a csapás, a tragédia, a betegség és legfőképpen a halál az valami bűnnek a büntetése, és most a gyülekezet lázasan keresi az ő igazán kitűnő, alázatos, nagyszerű férjének azt a bűnét, találgatják, hogy melyik lehet ezek közül az, amiért Isten őt ilyen fiatalon, sok gyermekük volt, van, elvitte az élők közül, és próbáltam magyarázni neki, hogy ez nem így van. Nem így van, hogy Isten így nézne bennünket, hiszen alig maradnánk életben, és nagyon rövid ideig, hogyha azonnal lesújtana a mi bűneinkért. De én tudom, mondja Jób, és ez a tudom, ez nem könyvekből szerzett tudomány. Én nem akarok a könyvekből szerzett, az iskolapadban szerzett tudomány ellen semmit sem mondani. De ne állítsuk a másik oldalról se szembe azoknak az életével, akik valahogy másféleképpen az átélés által tudnak valamit a dolgokról. Más tud az egészséges orvos, aki beszólítja a várakozókat, higgyük, hogy minél gyorsabban. És higgyük azt, hogy minél gondosabban vizsgálja meg, és nem lehet ma már egy vérmérgezésbe belehalni. Ahogy ez megtörtént nem régiben is. De más a tudása annak, aki beteg. Akkor is, hogyha nem tudja latinul megmondani, hogy mi az, ami benne történik, és csodálatos ez a tudomány kitalálni, hogy milyen szerekkel, vagy milyen beavatkozással lehet a dolgokat helyrehozni. De a szenvedő jó tudása más. És ezért csendesedjünk el a véleményalkotásunkban, elméleti tudásunkban, abban, hogy szerintünk hogyan kellene a dolgokhoz viszonyulni.
járjuk egy kicsit talán most körül azt a gondolatot is, hogy felismerjük-e egyáltalán mi a szenvedő Jóbot. Vagy később a szenvedő Krisztust, mert azt akarja, hogy ismerjük fel, és meg is mondja, hogy kikben ismerjük fel. Általában, ha valami ismert neves személyt ér valami súlyos betegség, azt bemondják a hírekben, vagy Facebookra fölrakják. De azon kívül nagyon-nagyon sok névtelen ember van. Ők is jobbok. Ők is szenvednek, vagy csak a híres emberek. Szenvednek azok az emberek, akik elhagyták a hazájukat, úton vannak, biztonságot keresnek. Jobbok azok, és mi tudjuk, hogy ők miért és hogyan szenvednek. Van merészségünk azt mondani, hogy az nem számít, hogy menjenek vissza oda, ahonnan elmenekültek szenvedéseik miatt, vagy előbbre való, ami kényelmünk. Bizony nehéz kérdések ezek, hol vagyunk mi? Mert egészen biztosan Isten nem az irgalmatlanok, a könyörtelenek, a kemény szívűek oldalán van. Szeretnél-e Isten oldalán lenni, akkor állj oda amellé, akiről azt gondolod, hogy Isten engedi meg az ő szenvedéseit, Isten ne enged, a rajtad múlik, hogy ő szenvedjen. Hát mi az, amit Jób még tud? Tudom, hogy az én megváltóm él. És akkor itt vagyunk a második kérdésünknél, hogy ki is ez a megváltó? Héberül ez Góélnak hangzik, egy nagyon általános és szeretett figurája volt az ókori izraeli közösségnek. Ma lehet, hogy szociális munkásnak neveznénk az illetőt, de a Góél volt az a hozzám legközelebb álló rokon, aki adott esetben, ha valamiért ügyetlenségből elvesztettem a földemet, és magamat is kénytelen voltam eladni, ma csak bezárják évekre esetleg a börtönbe azt, aki ügyetlenül kezeli a saját vagy mások vagyonát, a megváltó ebben nem törődhetett bele, megváltotta, kifizette helyette a pénzt, és nem volt kérdés, hogy ez a pénz, ez nem az eladott személyé, hanem a megváltói. Ahogy a irgalmas samaritánusról szóló történetben nem csak összeszedi a véres haldoklót az útfélen, a vándor kipucolja a sebeit, felülteti a barmára, beviszi a vendégfogadó házba, és nem láncolja oda a vendégfogadóshoz, nem teszi kötelességévé, hogy segítsen, mert ő nem kérte vendégfogadós, hanem azt mondja az ige, hogy kivesz két pénzt és odaadja. Kifizeti helyette. Hogy vissza fogja-e kapni, reméljük, hogy igen, de nem biztos, hiszen Jézusnak a 10 bélpoklosról szóló történetéből kiderül, hogy 10-ből 9-en nem mennek vissza, még köszönetet sem mondani. Nem, hogy megkérdezni, hogy, és tessék mondani, ez került valamibe? Mert szeretném rendezni az ápolási számlát. Nem, még köszönetet se mondanak 9-en a 10-ből. A 90% nem megy vissza, nem adja vissza a két pénzt, sőt, alkalmasint, ha visszamegy, akkor abban reménykedik, hogy ahol volt két pénz, ott van legalább még egy harmadik is. Ez a tapasztalat általában. A megváltó kifizeti az adósságot. Aztán a megváltó másik fontos kötelezettsége, amit mindenképpen el kell végeznie, hogyha valami drámai tragédia történt, és valamelyik szegény rokont egy gonosz ember meggyilkolta.
akkor a megváltó ezt nem hagyhatja annyiban. Nem szívesen beszélünk róla, de el kell menni és el kell venni az életét annak, aki az ártatlan megölte, és ezt a törvény akkor megengedte. Ma már ez másképpen van. De annyi megmarad belőle, hogy ezt szó nélkül nem tűrhetjük, a másik becsületének, értékének a helyreállítása, az mindenképpen fontos, és akárha békeszerető is, ez a legközelebbi rokon, vagy úgy érzi, hogy nem elég erős, hogy felvegye a harcot, nem hagyhatja szó nélkül. A szociális munkás küzd a hatóságokkal, elmegy a rendőrségre is, és látleletet vetett, ha ott valami történt, és nem nyugszik addig, amíg vissza nem szerzi az ő kliensének a becsületét. Aztán az elnyomottaknak a védelmezőjeként említi a példabeszédek könyve a megváltót. A megváltó az, aki egy adott korban nem önmagára gondol, és nem mondja azt, hogy mindenki feleljen önmagáért, hanem szót emel. Akkor is, hogyha őt mondjuk migráns simogatónak, vagy valaki zsoldosának tekintik, vagy megüzenik, hogy van ám egy listájuk 2000 emberről, és ők is, vagy akár a többiek is jó lesz, ha vigyáznak a hatalommal szemben. A megváltó, nem mondom, hogy ez nem zavarja, de zavarja, nagyon zavarja a megváltót is, és ő is ember, neki is kiszárad a torka, miközben elmondja, hogy tiltakozom. De tessék kiszáradt torokkal is tiltakozni. Elcsukló hangon és reszkető térdekkel. Nem előírás, hogy csak az lehet megváltó, akinek nem rezeg a nadrágszára, miközben a dolgok mellett kiáll. Nem az a kérdés, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, az ügy a kérdés. És akkor már is ott vagyunk annál a gondolatnál, hogy vajon Jobbnak a megváltója egy ilyen embere? Megint csak a megelőző versekben 12 olyan hozzátartozót sorol fel, akik nem állnak mellette. Először is úgy látja, hogy Isten sem áll most ő mellette. Aztán ott van a felesége, akiről azt mondja, hogy a leheletemtől is írtózik. Hát a beteg ember lehelete, ugye néha problémánk van ezzel, mindenféle eszközt használunk, kis rágógumit, vagy tiktakot, vagy egyebet, legalább amikor a másikkal beszélgetünk, mert ez egy olyan része a testünknek, amelynek az illata megváltozhat. De hát egy ilyen szörnyű betegségben lévő ember pláne is, és Jobb megtapasztalja, és most kimondja, hogy a feleségem nem bír engem elviselni, írtózik tőlem. Borzasztó dolog ez. Ugyanide tartoznak a rokonaim, aztán jönnek az alkalmazottaim, ott többet is felsorol, azt mondja, hogy ha szólok nekik, már nem is jönnek oda. Ide tartozik az unokája, a gyerekei ugye odavesztek, és végül pedig, de nem utolsó sorban, a barátai. Thank you.
Mert mintha arra lenne a dolog kihegyezve, hogy a barátság az valami olyan kötelék, ami néha erősebb a testvéri köteléknél, vagy a házasságnál. Most nem arra gondolok, ahogy a fiúk sietve szaladnak el egyet sörözni az asszony elől, azzal a felkiáltással, hogy de hát a barátó így vagy úgy, de talán valami hasonló. Igen, a barát. Nem véletlen, hogy Isten Ábrahámot a barátjának nevezi. Amikor a szerelmes könyv, az énekek éneke, a szerelmes mondja barátnak, te én barátom. Valaki, akiért élek, halok. És ezek a barátok nem állnak ott jó mellett, könyörög nekik, hogy könyörüljetek rajtam, ti én barátaim, ahogy az előbb mondtam, még ha megtévedtem is, nektek az én oldalamon a helyetek. És ezért aztán, miután kifogytunk az emberekből, bár Istennel kezdtük a sort, mégis azt mondhatjuk, hogy kihez mehetnénk. Oda megyünk vissza az örökkévalóhoz, aki Ábrahámot barátjának nevezte, akire bujdosásában, menekülése közben Jákob is úgy tekintett, mint támaszára, akivel kapcsolatban Izrael nagy élménye volt, ezért a 10 parancsolat első igéje ez, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából, és ebben az értelemben beszél róla a 72. Zsoltár az Úrról, mint megváltónkról. Igen, most van zsidó testvéreink ünnepe, Pészak ünnepe, ha van a harmadik nap, ha jól számolom, és eltart még szombatig. Ez az ünnep, aminek a központi gondolata az, hogy az Úr az én megváltóm, aki megvált engem Egyiptomból, a szolgaság házából, de az, aki megvált engem a bűntől, és megváltja életemet a koporsótól, tehát megváltóm ő, aki az életem elképzelhetetlen legnagyobb szorultságaiból is ki tud váltani. Barátaim meginoktak, szeretteim szembefordultak, mert nagyon nyűgös tud lenni a szerencsétlen ember. Ugye ismerjük ezt, talán nem arról az oldalról, hogy mi váltunk terhére valakinek, de ez a szenvedőt nagyon foglalkoztatja. Ezért az egyik legnagyobb jó tett, a négy legfontosabb jó tett közül a betegnek a meglátogatása. Mert ő állandóan úgy érzi, hogy ő már fölösleges. Ez az, ami miatt itt a bevezető sorokban kéri Jób, hogy az ő története, az ő életének a tanulságai legyenek egy könyvbe felírva az utókor számára, mert a legszörnyűbb gondolat, hogy ráadásul el is felejtenek. Azt fogják mondani, hogy nem is volt holokauszt. Az egészet csak a zsidók találták ki. Ugye? És annak idején, amikor a táborokat felszabadították, az egyik amerikai tábornok azt mondta, hogy ezt bármilyen szörnyű tessék fényképezni és lefilmezni, mert ezt nem fogják az emberek elhinni. Úgy toljuk magunktól ezt a látványt, nem akarjuk. Akkor is, hogyha akár a hallgatásunkkal, cinkosságunkkal részeseivé lettünk. Ez olyan szörnyű dolog. Ezek nem mi voltunk, ezt más követte el. Ebben szenved 100 éve a mi népünk is, hogy nem tud szembenézni a felelősségével ezekben a dolgokban. De az én megváltom más. És akkor harmadszor mi lesz azután? Az egyik, amit Jób tud, és nem vitatjuk a dolgot, porból vétettünk és porrá leszünk. Por vagy te,
és ismét porrá leszel. Láttunk is már ilyet, tartottunk is talán kezünkben urnát, itt is van néhány falban szeretteink, vagy olyanok, akik itt ültek közöttünk, vagy olyanok, akiket szeretteik hoztak ide, meg vagyunk hatva, meg vagyunk tisztelve, hogy vannak így itt közöttünk olyanok, akik itt várják a feltámadást hitünk szerint. Szóval Jób azt tudja, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ez az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll, megint csak egy fordítói lelemény, mert nem egészen ez az értelme az eredetiben a szövegnek, hanem valami olyasmi, hogy engem mindenképpen túl fog élni. Ő akkor is lesz, amikor én már nem vagyok. És ez befészkeli magát a gondolatainkba. Nem csak úgy, hogy valaki kicsit túlél, aztán ő is meghal, hanem hogy ő mindenkor lesz, amikor én már nem vagyok és nem leszek. Istennek a kimondhatatlan neve és a lét ige három formájának az ötvözet, ez a volt, van és lesz, mindig volt, mindig lesz, és ez a mindig volt, mindig lesz Isten a jelenben, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ő él, és lehetetlen, hogy a halál diadalmaskodjék felette, és egyáltalán, amit én időről időre hangoztatok, búcsú alkalmával is, nem a halál az Isten. Micsoda értelmetlen dolog lenne, hogy valahol valami, akár önmagából elindulva, akár valakinek a gondolatából megfogalmazódva és megfogalva elkezdődik, csak azért, hogy aztán véget érjen. Mi ebben az értelem? Csak arra gondolhatunk, hogy van a dolgoknak egy olyan folyamatossága, amin belül megtörténnek az események. Hogy valaki volt, van és lesz, akkor is, amikor én nem voltam, és nem leszek a szónak ebben a földi értelmében, de ezen a síkon, ahol ő jelen van, ott az én megváltóm van jelen. És itt döntő jelentőségű az is, hogy oda van téve a megváltó mögé ez a kis möbetű, ami arról szól, hogy az én megváltóm, az én ügyemről van szó. Valaki, akinek az én sorsom fontos, aki nem olyan, mint földi barátaim, mint feleségem, mint gyermekeim, mint szeretteim, rokonaim, bárki más, aki soha nem rendül meg abban, hogy az én megváltóm legyen. Akinek élete van önmagában, de soha nem önmagáért él, hanem én értem él, életem van ő benne, az én életem és az ő élete által nyer értelmet, és éppen ezért van jelentősége a Jelenések könyve gondolatának, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg. Mert lehet úgy is az Úrban meghalni, ebben az életben átmenni azon a bizonyos kapun, amin átjön velünk az Úr. Ha nem megbotránkoztató, azt mondom, hogy velünk együtt hal meg az Úr. És innentől fogva érthető az, amiről így beszél, hogy elvette a halál fulánkját. A fulánk, ami halálos csípést is jelenthet, főleg az allergiásoknak, de ami rendkívül kellemetlen. A dolog megtörténik, de fulánk nélkül. Szeretném, ahogy gyászolnátok, mondja az apostol, ha nem úgy gyászolnátok, mint akiknek reménységük nincsen. Gyászoljatok, de reménységgel gyászoljatok, és a reménység meg nem szégyenít. A reménység valóságos dolgoknak a rejtett, kagylószerű héja, amin belül ott a valóság, és a valóság az élet, az én megváltóm él folyamatosan,
és mindenek után is, amikor az én számomra a történet befejeződik, ő nem szűnik meg megváltóm lenni. Akkor sem, ha én két marék porrá omlok szét, amikor most az áldozatokat olvassuk a szombati Biblia körünkben, és az ételáldozatról olvasunk, akkor ott azt halljuk, hogy ha valaki X mennyiségű ezt is előírja a törvény lisztet hoz, akkor abból, amiből egyébként az éltető kenyér, ilyenkor a mácó, a macesz süttetik, akkor a papnak ki kell markolnia egy marékkal. Ezen elgondolkoznak a Biblia magyarázók, hogy kinek mekkora a marka, és hát mennyire szűk markúan méri, vagy teli marokkal méri a dolgokat. Hát így vagyunk mi is, hogy Isten markolt egyet a földből. Ezek vagyunk mi. És tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Mi az, amit Jób tud szemben az ő barátaival? Az, hogyha most e pillanatban nem is értem a szenvedéseim okát és értelmét, de abban bizonyos vagyok, és ebben nem tévedhetek, nem tévedek, hogy az utolsó utáni pillanatban is, amikor valóban ismét két maroknyi por leszek, ő megáll felettem, és nem tanácstalansággal, nem részvéttel. Vagy ha részvéttel, mert Jézus is így járt meg Lázár sírjánál, de nem tehetetlen részvéttel, ahogy mi állunk szeretteink sírjánál, vigasztalhatatlanul sokszor. Utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet, a bőröm alatt nem csak a testet borító szövetet érti az ige, mi is ismerjük a kifejezést, hogy jó bőr valaki, igen, ugyanebben az értelemben használja a Biblia is, minnyáján jó bőrök vagyunk az Úrnál, ez a mi egész valunkat jelenti. Tehát miután a testnek ez a szilárd anyaga, hát visszakerül a polcra, azok közé, az anyagok közé, ahonnan Isten összeállította ezt a keveréket, amit az ember, ami az embert jelenti, de megáll e felett a por fölött, és meg fogom látni Istent a magam szemével. A tapasztalat, amiről itt szó volt az elején is. A Jób tapasztalata. A Jób tapasztalata a szenvedésben más, mint a miénk. És a Jób tapasztalata és látása más a szenvedés legmélyén, a halál közelében is, mint a miénk. Ez a hitvallás, húsvét hajnalának ez az öröme, ami betölti a tanítványokat, akik látnak és hisznek. Mit látnak? Azt, hogy az Úr nincs a sírban. Látják a semmit. És ez a látás győzi meg őket abban, hogy van élet. Az élet diadalmaskodik a halál felett. Szóval mi van utána? Majd meglátom, de biztos, hogy meg fogom látni. Adja az Úr nekünk mindannyiunknak ezt a csodálatos élményt. Amen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Iványi Gábor prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. Adásunkat ma este 11 órakor és kedden délelőtt 10 órakor megismételjük. Következő vasárnap 17 órakor Moldova Ágnes várja önöket itt a Civil Rádióban, a Kényes Egyensúlyban. Korábbi adásaink megtalálhatók, letölthetők a www.metegyhaz.hu oldalunkról. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Takács István. Viszont hallásra! Kényes egyensúly. A Wesley Stúdió magazin műsora a Civil Rádióban. Oh.